Ismételten köszöntelek benneteket, szokás szerint uh, ugye 7 és 8 óra között restart, ma nem lesz a Facebookon adás, mert utolsó pillanatban természetesen már nem sikerült elindítani, az élességet sem beállítani, de hát ez mindig megszokható itt a Fix tv hogy utolsó pillanatban készülünk el a műsorral, mert hát annyi más egyéb teendünk van, hogy bizonyít a műsor változás és egyéb más dolgok miatt uh, folyamatosan dolgozunk, úgyhogy nézzétek ezt el nekünk, majd állítsátok be a fókuszt a saját tévéteken, és az interneten is majd próbáljátok meg a weboldalunkon keresztül nézni például az adást, ott biztos, hogy elérhető. No, mondom a híreket, addig majd a Gábor lehet, hogy itt időközben megoldja a dolgokat, csak az én idegrendszerem az folyamatosan a műsor előtt az így a 250 on van, aztán majd a műsor folyamán remélhetőleg picikét lenyugszom. No, ha mégsem így történik, akkor ez az adás az ilyen hangulatban fog szokás szerint eltelni, vagy nem. Kezdjük is a legfontosabb érdekességekkel. Megvárom, amíg betöltődik a weboldal. Internetes problémáink akadnak, kérem szépen. S9 úgy néz ki, hogy ugye hamarosan érkezik, és már elég sok plegyka van ennek kapcsán az interneten fent és euh, például azt plegykálják, hogy a jack csatlakozó az megmarad. Úgyhogy lehet örülni, bele lehet dugni a fülhallgatót, sőt, állítólag nem akármilyen fülhallgatóval fog majd érkezni, egy nagyon márkás fülhallgatót fognak hozzá mellékelni. Egyelőre még korai lenne bármi biztosat is mondani a Samsung jövő évi, ugye S9-es illetve 9 pluszos zászlós hajóiról, azonban egy ideig meglehetősen biztos és hiteles információkkal szolgáló, kiszivárogtató, most is egy érdekességgel szolgált számunkra. Forrás szerint az S9-es új AKG fülhallgatóval a dobozában fog majd valószínűleg a Bluetooth-os vezeték nélküli modellel ráadásul érkezni. A Samsung idei csúcskészüléke is AKG fülhallgatót kaptak, bár az zsinóros megoldás, Yeah. <laughs> és hát igazából ezt fogják finom hangolni, és egy vezeték nélküli megoldással fog, ha minden igaz, érkezni. A legtöbb szakember szerint ezek az átlagnál jobb hangzást és teljesítményt fognak nyújtani. Többen nehezen hiszik, hogy még ennél is jobb és drágább fülhallgatót tenne a dobozba a cég, főleg, hogy az AKG-nak jelenleg nincs is ilyen, az Icon X viszont az AKG-s tuninggal érhető el, de annak, annak ára az nagyjából 200 dollár környékén van, de hát azért ezt ne felejtsük el, hogy amikor itt tömegtermelésbe kezdenek, akkor azok az 200 dollárok azért mindjárt nem 200 dollárok, ugye jól tudjuk. Ez egyelőre túl drága, hogy ingyen járjon a készülékhez, tehát valószínűleg lehet, hogy ez lesz az egyik apropója, hogy hát valószínűleg az S9-es is jó magas áron fog érkezni. No, sikerült beállítani az élességet? Mert hogy meg sem mozdultál, édesapa. Tehát, hogy meddig várják a műsor végéig? ne úgy állíts élességet, hanem úgy, hogy éles legyen, mert ahogy látom, pedig nincs rajtam szemüveg, ami azt jelenti, hogy igen rosszul látok, de távol egész jól, nagyon látom, hogy életlen. <hállt> Na, azt is megerősítették a kiszivárgások, hogy a korábbi kiszivárgások és tervrajzok hitelesek, vagyis a hátoldali dupla kamera ezúttal függőlegesen fog elhelyezkedni, és új lenyomat olvasó az viszont az alá fog költözni, tehát nem mellé, mint ugye az S8-as modellen, hanem alá, ergo valahogy úgy fog kinézni, mint itt ezen a telefonon, valahogy kényelmesebb picikét, hogyha nem a kamerát tapicskolja össze az ember, hanem mondjuk esetlegesen tényleg az új lenyomat a ba tud normálisan ö, ö, beletalálni. A kamera eközben egy tükröződés gátló, úgynevezett BBR réteget fog kapni, extraként, elvileg az okostelefonok kamerái már rég kapnak tükröződés csökkentő réteget, amit ugye a szemüveglencsék is kapnak, de itt valami még jobb technológiát emlegetnek, hát az majd kiderül, hogy ö, egész pontosan mit is fog ez jelenteni? Egyébként itt vannak ezek a bizonyos AKG fülhallgatók, hát elég jól néznek ki, hogyha lehet hinni a, a híreknek. <laughs> Jó, pici develős. Végül is milyennek kell lenni egy, 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 vezeték nélküli füldugasznak, ugye bár? Hát valahogy így kell kinézni, nem úgy, mint egy hajszárítónak, ugye? Egy kimosott hajszárítónak. Na, megyünk tovább. Csendben megjelentek az Nvidia új GPUI, csak éppen senki nem hallott róluk, tehát be se jelentették meg semmi, aztán most úgy azért kiderült egy-két dolog. Az Nvidia csendben elő a két legújabb grafikus processzorával, amelyeket a berépő kategóriába indít, és laptopokba szán első körben. Itt a GeForce MX 130-as, illetve 110-es verziója. Ezek értelemszerűen továbbra is a Maxwell GPU architektúráján alapulnak, és az eddigi jelek szerint a GM 108-as lapkára építenek. Az Nvidia ugyan nem árult el a részletes kom Figurációt, vagy az órajelet, de annyit igen, hogy az MX 132-szer, vagy lehet, hogy ke sőt, inkább kettő és félszer gyorsabb lesz, mint az Intel UHD ugye 620-as grafikai vezérlője. Az MX 110-es Másfélszer lesz gyorsabb az Intel megoldásánál. Ugye hát most az Intel is összeállt az AMD-vel, tehát uh, ott is lehet számítani némi javulásra, legalábbis ami a játékokat jelenti, mert bevallom őszintén én évek óta használom az Intel GPU uh, gyorsítását, legalábbis videószerkesztéshez, videó rendeléshez, és így is brutálisan gyors. Sőt, tovább megyek a, azok a grafikus szoftverek, vagy uh, vágó szoftverek, amiket például mi itt a tévében is használunk, meg úgy egyébként is sokan használnak, azok inkább az Intel quicksync vannak kihegyezve, tehát hiába van egy bazi erős nvidia videókártya mondjuk a gépben, ha azzal renderelsz, az lassabb, mint hogyha az Intelnek a quicksync ével renderelni, legalábbis a videók esetén. De mint mondtam, a játékok az egy kicsit más kategória, hiszen ugye a videó rendelés, videó megjelenítés, videó dekódolás és enkódoláshoz használt technológia, az teljesen más, mint mondjuk a játékoknak használt élsimítás, anti-aliasing, stb. stb. amiket ugye vár uh, uh, a játékok esetén, vagy egyéb grafikus megjelenítések esetén, vagy 3D tervezés esetén használnak a videókártyák. Na, azokban az Intel azért egy picit gyengébb, ö, sőt, hát jóval gyengébb mondjuk az Nvidia-hoz képest, de videórendelésben viszont egyelőre az Intel az, ami legalábbis ö, úgy néz ki, hogy vezet. Mindkettő. Nvidia támogatja az Optimus technológiát, és egyben teljesé teszi az MX 100-as széria GPU csoportot, ezt a belső kategóri... belépő kategóriás szériát a GP 108-asra építő MX 150-es vezeti, amely ugye a... az Intel 620-as chipjének a négyszeresét kínálja legalábbis gyorsaságban. Ezek ilyen nagyon szép eredmények, mert ugye most mesél, vagy most mondtam el, hogy miben nem tud többet, miben viszont igen, tehát ez a Négyszer olyan gyors, az így egész pontosan mihez képest, és miben négyszer olyan gyors. Tehát, hogy azért uh, nem ilyen módon kell szerintem egy videókártyát összehasonlítani, de oké. Okay. Megyünk tovább. Uh, úgy néz ki, és ez már régóta belengetett hír, és talán pár év múlva már tényleg így is lesz, hogy eltűnik a számítógépekből a BIOS. Nem lesz rá szükség azok a felhasználók, akik pár év múlva vásárolnak majd új számítógépet, jó eséllyel már nem fogják megtalálni abban a PC-k egyik legrégebbi múltra visszatekintő alapjaiban szinte máig változatlan komponensét, hát legalábbis tényleg az alapjaiban. Az Intel ugyanis határozott, hogy az évtized végén nyugdíjazza a személyi számítógépek bekezdetektől fogva megtalálható úgynevezett BIOS technológiát. A BIOS eredeti célja az volt, hogy lehetővé tegye a PC-kre készült szoftverek közöttük a DOS operációs rendszer számára, hogy egységes módon kommunikáljanak a gépbe épített hardveres egységekkel. Ezen kívül benne kaptak helyet azok a diagnosztikai, illetve indítási funkciók is, amik a gép bekapcsolása után ellenőrizték a működés megfelelőségét, illetve elkezdték a gépet, tele, gépre telepített operációs rendszer betöltését is. Ugye, aki nem tudná, miről van szó, hát csak én csak újra a számítógépét, aztán meglátja. A BIOS a modern operációs rendszerek megjelenésével, amik saját meghajtó programok révén kezdték el kezelni a hardvereket, az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent. Mindez idáig azonban elengedhetetlen része volt az indítási folyamatnak. Hamarosan azonban ezen funkciójukat is elveszítik, és a PC-k már kizárólag a BIOS utódját képező úgynevezett UEFI technológiát fogják majd tartalmazni, illetve támogatni, ami ugye gyakorlatilag most is már elérhető a legtöbb BIOS-ban. Ezzel lehetővé fog válni rajtuk a DOS és hasonló régi operációs rendszerek használata, de egy rakás adatmentő program és a távoli hálózaton történő bútolás és bevonul velük együtt a kihalt PC-k óriájának tárházába. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a régebbi operációs rendszerek ezeken az alaplapokon már egyáltalán nem lesznek használhatók, legalábbis a jelenlegi formájukban nem. Biztos lesz valami megoldás, amivel uefi íteni lehet ezeket a bútolható egységeket, és akkor be lehet róla mondjuk egy Windows XP-t, vagy, egy, vagy akár egy DOS operációs rendszert is. De igazán manapság minden operációs rendszer már a Windows 7-től kezdve tudja és támogatja az UEFI-t, sőt, lehet, hogy a Vista is támogatta, tehát uh, ideje tényleg egy plusz felesleges dolgot, amit BIOS-nak hívunk, kiütni a rendszerből. Ezek után már kizárólag csak az UEFI támogató modern rendszerek és szoftverek lesznek használhatók rajtuk. Utóbbi leszámol a BIOS-ban már több mint három évtized óta hurcolt, és azóta is teljesen feleslegesé vált örökölt megoldásokkal, és helyette minden operációs rendszerhez jobban illeszkedő alternatívát vezetnek be. Ennek köszönhetően a gépek gyorsabban fognak indulni, és többfajta eszközt fognak tudni kezelni. A jelenlegi tervek szerint a BIOS az évtized forduló végén, tehát valamikor 2020-ban fog majd eltűnni a PC-kből, teljesen átengedve helyét az UEFI-nek. Addig megkevert megoldások lesznek, mint már régóta, ugye bár. Rendben, megyünk tovább, kezd kifáradni a Black Friday, meg hát én is megszűnhet a fekete péntek. Magyarországon még csak pár éve tört be, de az Egyesült Államokban már lassan megy ki a divatból a Black Friday, az a fekete péntek. A megszakottnál komolyabb mértékű leárazásairól ismert novemberi esemény, ugyanis kezd, eseményt ugyanis kezdik megunni, illetve megutálni a vásárlók, mert hogy ugye egymást taposság, úgyse lehet kapni hiányzik még a olcsó is, de nem lehet hozzájutni, és egyébként is a nagy karácsony előtti tömeg Tüleke, tülekedésbe gyakorlatilag már, már tényleg az embernek persze örülünk, ha olcsóbban lehet kapni valamit, de hát, hogyha annyian várnak rá, azért mert három forinttal olcsóbb lett, már pedig egy csomó minden ugye rengetegszer felhívjuk erre a figyelmet egy karácsony környékén, hogy vigyázzunk, mert azért nagy része ezeknek a leárazásoknak ez igazából nem is annyira leárazás, hanem ha jobban megnézzük, akkor van, hogy még drágább adják, mint úgy egyébként. Tehát jól meg kell nézni, az ember mit vesz. Ezt állítják legalábbis, tehát már úgy értem, hogy a Black Friday-t kezdik unni az emberek, és lehet, hogy nem sokára ezt ilyen módon kivezetik a piacról. Ezt állítja a GPS Shopper egy új felmérés alapján, amely szerint a fogyasztók legnagyobb része egyszerűen ignorálni fogja a Black Friday-t, és helyette jóval később szerzi majd be a karácsony ajándékok nagy részét. 23 uk ezt a hagyományos november utolsó péntekére eső esemény utáni hétre, még 27 uk a december második hetére tervezi, ami egyébként annyira nem jó ötlet, bármilyen hülyén is jönnek ki ezek a statisztikák, mert ugye minél közelebb kerülünk a karácsonyhoz, annál nagyobb hiányzik van, annál, tehát mindenki az utolsó pillanatban szeret vásárolni egyébként is, tehát annál nagyobb a hajrá, megbolondul a, megbolondulnak az emberek, megbolondul a város, megbolondul a közlekedés, megbolondulnak az eladók és a boltok is, nem győzik teljesíteni ugye a, a dolgokat. Én ma voltam postán, halál Rende. Tehát, hogy az egy dolog, hogy, hogy a postás, ezt sose értettem, ö, kihozza a küldeményt, majd ha nem vagy otthon, akkor bedob egy papírt, egy értesítőt róla, ugye, hogy hát ez bizony, akkor menje be a postára, aztán vegyed vegye át. Na most ö, ö, nem lehet azt másodszor is kihozni? Vagy, tehát, hogy így értem hogy nem prioriti meg nem tudom, tehát, hogy nem futárszolgált, nem értesítenek, csak majd maximum utólagosan egy cetlivel, hogy, hogy a postár, aztán vedd át, de mondjuk egy normális a futár az felhívja úgy az embert, hogy otthon van-e, ekkor fogják hozni csomagkövetés. Ha más nem, akkor ezt nem is csinálják, de legalább látod a csomagkövetésre, hogy merre jár a cucc, és mikor fogják kb. kihozni. Itt ilyen nem történik a magyar postánál, de az sem, hogy bemész a kis cetliddel, és akkor a nénike a 698 millió csomag közül neki állja kiválogatni a te kis csomagodat. 35 percet vártam a postán a csomagomra, természetesen mögöttem a sor is, addig várt, mert egy ember van a postán. Egy, azaz egy néni van a postán, legalábbis ott, ahol én voltam, egy darab néni, és nincs a helyén a küldemény. Tehát ott vannak a fakkok, ugye az egész kerületnek van egy postája, logikus, egy nagy főposta vagy hogy hívják ezeket ahol ilyen fakokban le vannak osztva, gondolom én, hogy, 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 valami logika alapján, hogy, hogy milyen küldeménynek hol kéne lenni. Na most, ahol én lakom, az én utcámnak a fakjába, ott bizony nem volt az én küldeményem, majd elkezdte keresgélni, és nagy nehezen megtalálta 35 percig várakozás után. Azt még hozzáteszem, hogy az előttem való néni, egy másik uh, uh, néni, <laughs> már én nem a, a postás néni, hanem a, egyébként egy uh, szintén postáját átvevő néni, A szintén uh, állítólag már 25 perce várakozott előttem, én ebből 10 percet láttam, míg megtalálták a csomagját. Tehát, hogy ez hogy működik, kérem szépen? Hm? Értem én, de még nincs is karácsony. Tehát mi lesz itt karácsonykor? félelmetes. Tehát erre is tessék azért felkészülni, hogy vagy legyetek otthon, így karácsony előtt illik otthon lenni, ugye már ne dolgozzatok, várjátok a csomagokat, ha rendeltetek valamit, mert a postás, ja, és akkor közben bent persze a suspus, meg a beszélgetés, és akkor a, a, a nem is viszi fel a postás. Tehát oda kapásból csak értesítő dobbe. be. Tehát ha te vársz egy küldeményt, és te mondjuk nem egy kertes házba laksz, hanem mondjuk egy panelnek a nyolcadik emeletén, oda ne is álmodjál, hogy fel fogja vinni egyébként a postás a küldeményt. Tehát az neked alapul a postára kell menni, érte? Tehát ez milyen hozzáállás már? 2017 Magyarország. Köszönjük szépen. No, nem is folytatom a hírt, mert úgyis lényegtelen, tehát a Black Friday kapcsán most aztán pláne kitomboltam magamat. Nem fogok. Egyszerűen egyébként, már egyébként is az a évek óta trend, már megbeszéltem a barátaimmal is, meg a családommal is, hogy nem nagyon ajándékozzuk egymást, mert minek, tehát maximum egy elképes ajándékokat, meg költsünk itt egymás, mindenki kölcsön magára, majd inkább valami kis, nem tudom, családi, karácsonyi családi összejövetelen jól elbeszélgetünk egymással, az lesz az ajándék, úgyis annyira kevés időt tudunk együtt tölteni. Mert komolyan, tehát ez, a, ez a az, hogy most ajándékokat vegyünk, gondolkodjunk, hogy mit vegyünk, akkor megrendeljük, akkor vagy megjön, vagy nem jön meg, vagy megjön, de éppen a postán kavarodik el, vagy te várakozol a postán ennyit, és akkor ugye persze én nem vagyok egyedül, tehát gondoljátok el, hogy ezt fel kell szorozni sok-sok emberrel, én ezt a tortúrát, ezt nem, ezt hagyjuk, ezt a tortát. Ez a karácsony, ez kezd ilyen szinten nagyon gáz lenni egyébként. Minden évben ez van, de hogy ez, ez, egyre inkább begyűrűzik, és még mondom, csak november közepe van, tehát gyakorlatilag több, mint egy hónap, de jó, inkább másfél hónap van karácsonyig, és már ez a helyzet. Mi lesz itt könyörgök karácsony környékén? Én senkinek nem javaslom, hogy webshopból vásároljon. Már csak ezért sem. A holnapi Restart extra egyébként is beszélünk majd szerintem egy picit arról, hogy mire kell ugye figyelni, hogy ha alapból webshopból vásárolunk. Változtak egyébként a szabályok, jogszabályok, az ide vonatkozó jogszabályok is. A um, az online vásárlásra vonatkozóan picikét, úgyhogy ezeket átvesszük és át is ismételjük azt, amit meg eddig tudtunk, érdemes lesz velünk tartani, de most egy előjáróban azt javaslom, hogy ne rendeljünk. Tehát a külföldről pláne nem fog megérkezni. Tehát már elkésett az, aki külföldről rendelt valamit. No, nézzük, mi van itt még. A Google Google egy-két savazása fog következni az elkövetkező pár percben. Emlékeztek erre a tolmács fülhallgatóra, amit szépen bemutattak a, a nagy Google-ös bemutató kapcsán a pixel készülékek mellett még? No, hát ezekkel is gond van, nem csak a pixel készülékekkel. A Google Pixel Buds fülhallgatónak elmegy, de Tomás gépnek elég nagy szívás, sok amerikai tesztelő írja ezt, akik már hozzájutottak a Google össze a bemutatott vezeték nélküli fülhallgatójához, ami egyébként nem is annyira vezeték nélküli, hiszen kábel köti össze a jobb, illetve a bal felét, de nem ez a legnagyobb baj vele. Hanem, hogy a Pixel 2 okostelefonok bemutatóján nem is a mobilok tűntek a legnagyobb szenzációnak, hanem ezek a fülesek, hiszen a Google azt ígérte, hogy azokkal nagyjából real-time, vagyis valós időben tudunk tolmácsolni oda-vissza. A tesztelők beszámolóiból az bontakozik ki, hogy a fülhallgató amúgy jó, képes hangot kibocsáltani és rögzíteni, és minden extra nélkül, tehát tök jól működik. Ahhoz viszont, hogy a, a Pixel bad része működjön, tehát a fordító része, a Google speciális Bluetooth trükköket alkalmaz, ennek elvileg meg kellene könnyíteni a telefonnal való párosítást, de ez ennek pont az ellenkezője igaz, tehát már a telefonnal való összepárosításával is nehézségek vannak. A fordítás pedig kizárólag a Pixel, illetve a Pixel 2-es telefon működik, tehát egyébként sem lehet más telefonnal egyelőre használni. Ez rögtön korlátozza a felhasználó körét, és hiába vesz valaki csúcsmobilt a Samsungtól, az LG-től, ha ugye a Pixel Buds legfontosabb funkciója használhatatlan lesz rajta, de még a megfelelő készülékkel sem olyan egyszerű a tolmácsolás, mint ahogy azt gondolnánk. Amikor tolmácsolni akarunk, meg kell érinteni a fülhallgatót, kérni kell a tolmácsolást, külön meg kell nyomni a Google fordító applikációt a telefonon, és oda kell tartani a telefont az idegen nyelven beszélő ember elé. Tehát ez nem úgy néz ki, mint hogy csak úgy ott van a telefonunk a zsebünkbe, a fülünkbe, a fülhallgató, aztán mindenki jól végezte a dolgát. Nem. Csak kell, ami bonyolult, amúgy is. Kérni kell, hogy tolmácsoljon, ugye? Tehát please translate, vagy valami. Aztán külön meg kell nyitni a fordító appot a telefonon, tehát hogy meg kell nyitni az applikációt, nem csak úgy bárhonnan tolmácsol, és akivel beszélgetsz, akkor hogy oda kell nyújtani neki a telefont, hogy te figyelj, mondjad már, please say it, say it to me, és akkor elkezdi mondani, mert persze ugye a kommunikáció az csak és kizárólag angolul, mert a telefonomen magyarul neked a büdös életben nem fog érteni, bár a tolmácsolás működik magyarul egyébként, de a hangutasítások meg angolul mennek. Tehát innentől kezdve az egész olyan feleslegesnek tűnik. Egyre a Google Asszisztens működik jól a füleseken, lehet hangutasításokkal SMS-t küldeni, természetesen angolul, a közeli éttermet keresni, felolvastatni az értesítéseket, bla bla Persze csak támogatott nyelveken, és Magyarországon egyelőre nem kapható a Pixel Buds, úgyhogy, és ugye a Google Asszisztens még nem tud magyarul te diktálni tudsz neki, és akkor azt úgy leírja meg, még le is fordítja, arról van szó, de utasítani a Google asszisztens nem tud magyarul. Mondjuk egyik asszisztens sem, nem csak a Google asszisztens, de hát ugye innentől kezdve, ugye mondjuk lehet, hogy azért venne az ember egy ilyen Tomács gépet, mert hogy majd ő nem tud angolul, és akkor majd tök jól elbeszélget mondjuk azzal, aki angolul beszél. Na de hát, ha angolul kell utasítani a telefont, hogy a gépet, Ugye használni esetleg, hogy ez hogy van? Mi értelme van ennek? Látszik, hogy nem a magyar piacra szánták, ezt tipikusan az amerikai piacra szánták, ahol egyébként is angolul beszélnek az emberek, és esetleg valamilyen más nyelvről akarnak fordítani angolra. Ami egyébként viszonylag egyszerűbb történet. Tehát mondjuk magyarról és angolra sokkal egyszerűbb fordítani, mint angolról-magyarra. Ez, ez, ez nem volt igaz, amit mondtam, de egyébként nem, mert most belegondolják, hogy pont fordítva igaz, ha minden igaz. Legalábbis a, az angol tudás somat... Ismervén szerintem egyszerűbben értek meg egy angol szöveget, és fordítom le magyar, magamnak magyarra, mint magyarról lefordítsam át angolra, mert ugye a magyar, ízes, szép magyar nyelvből, mire én átsilabizálom azt az angol vagy az milyen, mi, mi oda a helyes szó, az kicsit nehézkesebb szerintem. De mindegy, most ebben ne is nagyon menjünk bele, mert aki valamennyire beszélő nyelvet, az úgy is tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, és annak meg amúgy sincs szüksége valószínűleg a fordítóra. Ez pont azoknak kellene, akik egyébként semmilyen nyelven nem beszélnek, de hát angolul kénytelenek, tehát innentől kezdve funkcionalitását veszített a dolog, ráadásul nem is működik rendesen, ráadásul nem is működik minden telefonon, tehát innentől kezdve vegye meg, aki akarja. <laughs> tehát, hogy megint egy jó bizniszt csináltak. Üh, viszont üh, egy másik hír, ami azért pozitív is a Google oldaláról, hogy megújult, és átláthatóbbá vált a Google térkép. Ismételten változtattak rajta Google ma egy friss blogbejegyzésben közölte, hogy egy alaposabb frissítést eszközölt a sokak által nagyon kedvelt Google térképen. A legfontosabb, hogy némileg átalakult a navigációs térkép működése, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb információkat közölje velünk, annak függvényében, hogy autózunk, tömegközlekedünk, vagy éppen sétálunk, tehát ez most már szélesebb körben el fog különülni, hogy úgy mondjam, el fognak különülni ezek a funkciók egymástól. Ha például autózunk, akkor jobban kiemeli a közeli benzinkutakat, ha pedig tömegközlekedünk, akkor a közeli legfontosabb megállókat fogja nekünk folyamatosan mutogatni. Ezzel párhuzamosan a színeken és az ikonokon is változtat, így a különböző jellegű helyek, épületek más-más színű és formájú ikonokat kaptak, és könnyebben felismerhetőek. Így például ránézésen meg fogjuk tudni mondani, hogy egy templomról, egy kávézóról, vagy egy borozóról van ez szó, amit éppen látunk a térképen. A változtatások pedig folyamatosan érkeznek meg majd az olyan alkalmazásokba is, amik a Google térképet használják, így például a keresőbe és az asszisztensbe is implementálni fogják ezeket a funkciókat, tehát szépen fokozatosan válik majd elérhetővé. Én az autós navigációban még mindig hiányolom például a... a... a mennyivel szabad menni kategóriát, mert oké, ott a tábla, csak hogyha nem figyelted a táblát, mondjuk figyeld a táblát, akkor ugye a legtöbb navigációban az ott, meg, ott, ott, mutatja, hogy mennyivel szabad menni, sőt szól, hogyha túl gyorsan mész esetleg, vagy bármi. Na most a Google térképénél ezt már ígérik egy ideje, aztán még mindig nem tették bele, pedig egy fél évvel ezelőtt megígérték, hogy igen, most már végre beleteszik, na azóta se tették bele, úgyhogy ez például már azért úgy nem ártana. Ö, úgyhogy ezeket én úgy szeretném, hogyha ilyen irányba is fejlődne a Google térkép, pedig nem egy nagy kérés szerintem egy navigáció szoftvertől. És végül egy pár hír a Linuxokról, illetve hát egész pontosan a Linuxról, mint operációs rendszerről ugyanis győzött a Linux legalábbis a szuper számítógépeken. Hosszú évtizedek óta küzd a Linux azért, hogy világ első legyen valami me, és a nyílt forráskódó operációs rendszernek most sikerült begyűjteni egy impozáns trófeát. A szuper számítógépek top 500-as listáján már csak és kizárólag Linuxos gép szerepel. Tehát a szuper számítógépek operációs rendszere, ki lehet mondani, a Linux, tehát nincs olyan, ami Windows futna, vagy bármi. A Linux egyébként 1998-ban debütált a top listán, a mindenféle nagyon egzotikus operációs rendszer megtalálható. Az utolsó két nem Linuxos rendszeren, a kínai IBM Power gépen AIX futott, a Linux egyébként már 2004 ben átvette igazából a vezetést a szuper számítógépek világába, ez annak köszönhető, hogy ezeken a gépeken elsősorban kutatási projektek futnak, amelyek nagyon egyedi konfigurációt igényelnek, senki sem akar minden egyes projekthez egyedi rendszert gyártani, de nem is kell, mert a Linux nagyon jól módosítható és személyre szabható ilyen szinten, csak hát persze érteni kell hozzá. Talán ez nem is akkor a baj, hogy a PC operációs rendszerek versenyében nem tudott győzni a Linux, mert ez a piac amúgy sem túlságosan izgalmas ma már, hiszen úgyis mindenki Windows-t használ. Uh, meg hát egyébként már jó ideje, tehát ez nem kérdés. persze a mac számítógépeken ott van még a macOS, oprendszer, rendszer de ott is nagyon sokan használnak már egyébként Windows-t. <laughs> de tényleg, tehát hogy így bootcamp-el szépen meg van oldva, hogy, hogy Windows fusson egyébként a, a Mac-en. Csak kértem én akkor, minek vesz olyan drága hardvert valaki? Csak azért, hogy rajta legyen az alma mert PC-be egy harmad annyiból össze lehet rakni egyébként egy számítógépet, ami ugyanazt tudja, és azon amúgy is Windows fog valószínűleg futni. Bár fordított menetet is láttuk már, ugye egy sima natív PC-re rakott valaki Mac ugye léteznek ilyen módosítások, bár teljesen illegálisak egyébként, is mellesleg mondom, mert a, az OSX, mint operációs rendszer egyébként is fizetős, nem mint a Windows nem lenne az, de ennek még a széthekkelt verziója, ilyen hekintos módon, úgymond, hát az, az meg aztán pláne illegális ebben a formában. Jó, tehát ennyi, ráadásul ugye az okostelefonok világában élünk lassan, tehát a PC-k amúgy is hanyatlanak, de hát most itt a szuper számítógépekről beszéltünk, és egyébként az okostelefonok világában is a Linux dominál, hiszen az Android is egy Linux alapú operációs rendszer, ha így nézzük. Tehát ha mindent összevetünk, akkor azt gondolom, hogy több a Linuxos operációs rendszer a világban, mint a Windowsos, csak hát ugye nem mindegy, milyen platformokról beszélünk. Jó, na jó, van ennyit a hírekről. Én itt közben kezdek megfázni a műsor alatt, de ez egyáltalán ne vegye el a kedveteket ahhoz, vagy attól, hogy a Facebookra felgyertek, és ha már az adásunkat most éppen nem láthatjátok ott, de legalább hozzászólni hozzászólhattok, facebook.com fixhd, a Skype-ba is benézünk, hogy oda is, ha van kedvetek, akkor bátran lőjetek egy hívást, én pedig majd itt jó fölveszem, elkapom a hívást. Úgyhogy nézzük a látogatói bejegyzéseket, mert hát ugye most jobb hiány csak oda tudtok írni, a videó alá nem. Azt mondja, hogy Attila írja nekünk, hát rendkívül hozzájárul a mai műsornak a, a hangulatához az és úgy nagyon témába vág, gyakorlatilag ugye ez egy informatikai műsor, és nem egy kívánság műsor, kedves Attila. Bocs, de ma ilyen kedvem van. Vendi, van egy olyan ötletem, hogy egyszer vezethetné te a Bóta kafét, a Bóta Gábor pedig a restartot. Aztán a Csides Kata restartot, te pedig az Ámort. Milyen jó lenne, nem? Nem. hát ez hát egyre egyszerű, Nem. Hát, hogy én nekem annyi közöm van a színházhoz, mint nem tudom. Mint a Gábornak. Na jó, neki több. A cside, hát szerelmi dolgaimban, meg inkább dolgokban, meg pláne nem mennék bele. Tehát először a saját életem szerelmi dolgait kéne talán helyre pakolgatni. Nem, egyébként az teljesen rendben van, csak viccelek. De nem akarok én segít, hogy mondjam, szerelmi életívről, kioktatni, megmagyarázni, okoskodni, maximum úgy hőbörögni, mint a csides kata Azt simán, mert hogy egyébként a, amennyire én néha belenézek az ámorba, az már nem a szerelemről szól, a, a műsor címével ö, ellentétben, hanem inkább teljesen más dolgokra, és néha azt látom, hogy a kata az így konkrétan majdnem szétkapja a, a nem tudom, a stúdiót mérgében, tehát hogy nem tud morogni, azt tuti, de hát ő ilyen, ezért szeretjük. Ö, úgyhogy ennyi nem um, tudom, nem. Szerintem mindenki maradjon meg a saját, saját, kis helyén. Majd ilyen augusztus, vagy nem augusztus, mi az április elsői tréfából lehet ilyet csinálni, uh, arra jó ötlet, de amúgy most miért, 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 keveredjünk? Tehát most a Bóta Gábor szerintetek tudna bármilyen informatikai témához is hozzászólni, nem akarom a Gábort megbántani, de az okos telefonját nem tudja néha fölvenni, nem hogy, nem hogy informatikai témákról beszélgessen. Ö, ennyi. Én meg aztán plán nem szeretnék színházi témákhoz hozzászólni, mert nem tudok, tehát hogy nem is tudom, mikor voltam utána a színházba. Tudom, ez engem minősít, de, de ugye ez is, egy, ez is egy külön szakma. Na, hát a tök jó, hogy hozzászóltok, vagyis hogy nem szóltok, mert hogy videó alatti hozzászólás nincs, mert nincs videó. <laughs> e, egyéb hozzászólás meg nincsen, és a híreim elfogytak, tehát ennyi volt ma, restart, sziasztok! Mi van? Ha Há vége? Hát persze, most miről beszél? Üljek, és és nézzünk egymást, vagy mi? <laughs> hát úgy sincs net, úgy sincs adás a Facebookon. Legalább elmegyek haza aludni, addig monoszkópot láttok, vagy valami. De celállag. is de, hogy Nincs De ahogy nincs, keressél. Letölt csak egyet, és adjuk addig azt. Tessék. Akkor addig monoszkópot addig keresünk, azt mondja, na miért, milyen, na, miért, mondjuk no. kolorbár, sima kolorbár elég lesz Én szerintem. Sípolos. Kolorbár, de sípolós, legyen sípolós, de akkor YouTube. Youtube-on kell ilyet keresni. Addig megkeresem. Addig, ha érkezik hozzászólás válaszokra, nem, akkor fél óra szünet jön. Azt mondja, hogy, menj már innen. Azt mondja, hogy Color bar és egy KHZ mondjuk mellé. Hm? Biztos van ilyen. Van, de valami hosszú kéne, mert ez így, tessék, egy órás, tökéletes. Szerintem az elég lesz. Na hát köszönöm a figyelmet. Eddig tartott ma a Restart. Szevasztok! Baj a reklámot, még ugorjuk át meg szedjük le a feliratokat. <laughs> Mert a Youtube az ilyen. Na csókolom. Jaj, vicces kedvemben vagyok, mi? Nem, de hát gondoltam, hogy addig is elütjük valamibe az időt, amíg nem érkeznek a hozzászólások. nem akar, nem enged haza, úgyhogy nem tudok mit csinálni. Na jó, nézzük, van-e valami, ha már itt vagyok, és még betegen is, betegen is hozzá uh, szólásokat várok. <kül> hmm. Jó van. Nincs hozzászólás. Rendben. Hát akkor megyek tovább a híreimmel. Még jó, hogy átkerül a műsor másik időpontra. Még ennyien se fogják nézni. Ez lesz a legjobb. Na jó, többen persze. Arra leszek kíváncsi. No, volt itt nekem tegnapról egy-két dolog, ami kimaradt. Igen, ez a hihetetlen dolog jön az elektromos autózásban, ugyanis egy áttörés felé közeledünk, ha minden igaz, és ez egyébként végre, végre eljutunk odáig, hogy nem csak pár 10 vagy nagy isten pár száz kilométert lehet most már egy autóval megtenni, és nem csak a Teslával, ugye? <laughs> Tehát mert ugye, mint, mint az elektromos autó királya lehet ezt mondani, azért az már most is elég sok kilométerrel el tud menni egyébként de úgy néz ki, hogy, hogy egy új technológiának köszönhetően valószínűleg a többi elektromos autóba is hamarosan, vagy az elektromos autógyártásba fogják alkalmazni ezt a technológiát. A világhírű Dán autótervező Henrik Fischer, Fisker, bocsánat, tavaly újraindította az elektromos autó startupját, és akkor azt állította, hogy a grafénre épülő szuperkondenzátorokban tárolja majd az energiát. Aztán visszalépett, és mégis inkább a hagyományos lítiumot választotta az akkumulátorok tár energiában való tárolására. Aki kevésbé jártas az autók világában, annak tudnia kell, hogy Fisker elég sok menő autót tervezett, például a BMW Z8-asat, vagy az Aston Martin DB9-eset, illetve volt egy Fisker Karma is, vagy Fisker Karma is, amely a világ első tölthető hibrid prémió autója, amivel a tervező rengeteg szakmai díjat besöpör. Tehát ő egy igazi, igazi elektromos autó guru, miközben mindenki Elon Muskot tartja annak jelenleg, ugye, mert hát ő a Tesla vezér, tehát biztos ő találta ki ezt. Csak úgy mellesleg jegyezni meg, hogy az elektromosságnak eme formáját tárolhatóságát és ilyen módú felhasználását egyébként a, a, a cégnek a nevét viselő e, tudós, ugye Nikola Tesla találta fel annak idején, még az 1900-as évek elején, ha jól tudom. Tehát, hogy, hogy ezért itt nem véletlenül választotta ezt a nevet egyébként a cégének Elon Musk. Nem is értem, hogy hogy tehette ezt meg, de végül is nem akarom őt természetesen lebecsülni, hiszen elég jó ötletei vannak, és egy őrült ember, de egyébként nagyon csípem a dolgait, mert, mert innovatívak, és amit megvalósít az általában, vagy amit elhatároz az általában, meg is valósítja valamilyen módon. Lásd ugye a SpaceX, tehát a, a első űrhajót megcsált, vagy űrrepülő, űrrakétát, ami vissza tud jönni a földre. Tehát, hogy azért az milyen már? egy rakéta, tehát hogy nem az űrhajóról beszélünk, amit fölőnek, hatalmas rakéta, aztán az űrhajó majd persze leszáll és landol, és nem tudom, itt nincs űrrepülő, itt egy rakétáról beszélünk csak és kizárólag, ami fölmegy, majd visszajön, és ugyanarra a pontra leszáll. Na, ezt, oldjon, ezt oldotta például meg. Aztán utána milyen, mik tartoznak még az ő őrültségei? Közé. Hát például az, hogy úgynevezett uh, uh, hyperloop vasutakat szeretné építeni, amely igazából lehetővé tenni azt, hogy repülőgép uh, sebességgel mehessenek a vonatok. Ami azért elég durva lenne mondjuk innen 10 perc alatt kérni Bécsben, nem? Tehát, hogy például de körülbelül annyi időbe telne, hogyha ez, ez meg is valósul, és tesztelik, és csinálják, és pár év, pár év múlva hát ez a pár év, az inkább pár évtized szerintem, mire ez el fog terjedni, pláne egy kicsiny hazánkba. De egyébként jó helyen nálunk, mert, 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 mert például, ha minden igaz, akkor a teszteknek egy része az itt is zajlik nálunk, csak még nem az a része, amikor így <coughs> ténylegesen utazunk is a... A, ezekkel a vonatokkal, de egyébként az Instagram oldalán Elon van már egy ö, videó arról, hogy egész pontosan hogyan is ö, néz ki az, amikor mondjuk egy, egy, ilyen vonat megy, és igaz, még nem is a teljes sebessége elment, hanem csak harmad annyival, de már az is félelmetes. Egy alagútban. És ugye alagútban menne, tehát pont azért semmiféle behatás ne legyen. Nem mindegy, most ebben nem akarok belemenni, akit érdekel, úgyis utána olvas, vagy, 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 látott már ilyet. Most viszont folytassuk ezt az elektromos autós történetet inkább. Olyan állításokat tett Fisker, egyébként, vagy Fisker, minden egyes alkalom máshogy fogom mondani a nevét, ne lepődjetek meg, hogy keményen meg kell kapaszkodnunk a székünk karfájába, mint valamelyik szuperautójának az anyós vitték volna el egy pár gyorsulós körre a Hungaroringen, ugyanis 800 km elegendő, egy perc alatt feltölthető aksikat szeretne szabadalmaztatni. Illetve hát igazából szabadalmaztat is. Tehát még egyszer, 800 kilométerre elegendő, és egy perc alatt feltölthető akkumulátorokról van itten, kérem szépen szó. Ez elég jól hangzik, nem? Pontosan ilyen áttörésre vár az elektromos autó piaca, hogy az árammal működő járművek mindenben versenyképesek legyenek a benzinesekkel, és ne csak abban, hogy megmentjük a földet a pusztulástól, mert ez ebben a formában amúgy sem igaz. Uh, szilárd állapotú akkumulátorokról van itten, kérem szépen szó, ami jóval biztonságosabb a Liutumos aksiknál, az energia sűrűsége pedig kettő és félszerese. A nagy mennyiségben uh, való gyártás azonban kérdéses, mert erre még egyelőre nincs példa, és azt sem derült még ki, hogy képesek lesznek-e megközelíteni egyáltalán a litiumos aksik árszintjét, mert hogy ez azért elég fontos, hogy ne az egekbe legyen ezeknek az autóknak az ára, mert hát most is elég drága. Sajnos Fisker azt is mondja, hogy az autókban csak 2023-ban fog megjelenni ez a fajta új akkumulátor, ami hát még 5 év, és addigra más autógyártók és beszállítók is fogják valószínűleg szabadalmaztatni ezt, vagy legalábbis hasonló technológiákat. A forradalmian új aksik szabadalma persze alkalmas le lehet arra, hogy jó pozíciót vívjon ki magának az elektromos autók piacán a fiatal ember. Vagy hát már annyira nem is fiatal ember. Kicsit egózó volt a cikk, de most nem is ez a lényeg benne, hanem az, hogy azért dolgoznak rajta, mert ugye mindig ezt, ezt kapják meg az elektromos autók. Tehát ugye mindig mi az érv, meg az ellenérv. Az érv az az, azért jó, mert nem, nem, ugye nem szennyezi a környezetet. Ez ebben a formában nem így. Vagyis hát igaz, a felhasználás során, tehát amikor használod az autót, akkor nem szennyezi a környezetet. De amikor ezeket az autókat legyártják, és az ezekhez szükséges alkatrészeket legyártják, az viszont, <laughs> tehát hogy a többi autóz képest sokkal több energiát ö, emészt fel, és azok az energiák, amiket még annak idején, vagy hát nem annak idején, tehát ugye ezeket még ugye különböző gyárakban ezzel, azzal gyártják, azok viszont sokkal jobban szennyezik a környezetet. Tehát ha így nézzük, akkor a, a nincs igazából kompenzálva ez a történet. Tehát, hogy tehát pont, hogy kompenzálva, de ezen az oldalon van kompenzálva, hogy gyakorlatilag ugyanúgy megvan a, egy autó előállítása során az a fajta környe, környezet környezetszennyezés, amit egyébként lehet, hogy felhasználása során e, már nem tapasztalunk, mert hogy teljesen ugye, elektromos autóról beszélünk. Most a hibrideket, ezt hagyjuk ki ebből a történetből, mert ugye a hibrid autó az meg azért jó, és jelenleg egyébként, ha az ember e, elektromos autót vesz, ásítozó, tehát még unalmas is vagyok. Hát betoljok rajtad. Beleásít a képembe. Na, tehát, hogy uh, hol tartottam? Hogy igen, tehát, hogy a hibrid autók azok ugye jelenleg azért talán népszerűbbek, mert hát ugye az elektromos autókkal egy töltéssel ugye elmész 100-120 km maximum, de jó, persze vannak olyan autók, csak azok mennek fölfelé a, a, az árkategóriák, kategóriák, hogyha ilyenekről kezdünk el beszélgetni, és akkor már az már lehet, hogy nem is annyira éri meg onnantól kezdem, mert azt már tényleg csak a gazdagok, tudják megvenni maguknak az ilyen 20, 30, 40, 50, 60, 80 milliós autókat. Azok lehet, hogy már elmennek 2, 3, 4, 500 kilométert is egy töltéssel, de hát az még mindig nem olyan sok, mert még a, a nem tudom, az Adriai-tengerhez még nem annyira mész le, azzal sem. Maximum megállsz és töltöd egy picit. Ö, és hát ugye a hibrid az meg azért jó, mert elfogy a, a, a szufla, akkor tankolod be a benzint, aztán mész tovább. Tehát, hogy, és egyelőre azért a töltéssel sem vagyunk, állunk valami túlságosan jól, mert hát bizony azért nem két perc alatt töltődnek fel ezek az aksik, hanem igen, csak egy pár óra kell, hogy fullostra föl tud tölteni, tehát hogyha mondjuk egy hosszabb útra mész, és elhatározott, hogy csak elektromossággal, vagy elektromos meghajtással mész, akkor bizony x idő múlva meg kell állnod, töltened kell, és addig is ugye várakozol, tehát ö, ö, hosszabb lesz a hosszabb lesz a menetidő. Na, hát ez megoldódni látszik azért ezekre a 800 kilométeres történetekkel már, hiszen nagyjából ennyit lehet egy benzines autóval is normális ütemben elautókázni. És igazából a, az az igazság, én azt gondolom, hogy ennek mondjuk a belvárosban vagy egy városban van értelme az elektromos autóknak legalábbis, hiszen ugye ha már környezetszennyezésről beszélünk, akkor legalább lokálisan ne szennyezzük annyira a környezetet, hiszen ugye bőven elég az nekünk, hogy a város telepefőik az autók. Hogyha ö, minden városi autó elektromos lenne, akkor a városokon belül megszűnne a környezetszennyezés, és mondjuk csak azokra a helyekre lokalizálódna maga a környezetszennyezés, mint káros mellékterméke. Ugye mondjuk az autógyártásnak akár. ha már ugye arról beszélgettünk, hogy magához az, az, az autó legyártásához azért fel kell használni olyan anyagokat, ami környezetszennyezők. Na de az nem a belvárosban történik, ahol az ember él mondjuk, ugye? Hanem mondjuk ezt egy teljesen várostól távol lévő üzemben vagy gyárban, ahol azért más a, más a történetnek a lényege. Na ennyi, ennyit akartam erről mondani. Jó. Van ezzel kapcsolatos hozzászólás, vagy mehetünk a monoszkóba megint. <laughs> hát. a Raspberry Pi letöltő szervernek lassú lenne, rá kell külön ventilátor, kell külön ventilátor hűtésnek, ha nincs port nyitva a rúteren, akkor egy torrent kliens csak a passzív feltöltőkhöz és letöltőkhöz tud csatlakozni, míg akinél nyitva van, az ezen felül az aktívakhoz is ezáltal gyorsabb fájlcserelést tud elérni? Ezt kérdezi Dávid. <hállt> hát Dávid, olyan kérdéseid vannak, amire nem tudom a választ. Tehát a Raspberry Pi, aki nem tudna, hogy miről van szó, az ilyen kis gyufás katuja méretű számítógép, ha egyáltalán lehet ez számítógépnek, ezt számítógépnek nevezni, de végül is lehet, amely egyébként tök alkalmas lehet sok mindenre, például Linuxos operációs rendszer fut rajta, és ebből kifejezőleg nagyon sok szerver szolgáltatást lehet rajta futtatni, ergo ilyen kis otthoni mini szervernek tökéletesen jó. Ha rákötsz egy vinyót, akkor akár fájszerver is lehet, és természetesen van rajta operációs rendszer, <kül> valamilyen Linux, vagy ugye a Raspberry-nek is van egy saját ilyen Linux-szerű inkább bsd operációs rendszere, azzal akár még desktop gépként is használható, hiszen billentyű tegeret, monitort is rá tudsz kötni, csak hát nem lesz azért egy olyan nagyon túlságosan gyors a történet. Szóval, hogy, hogy letöltő szervernek, én most igazából azért hezitálok az ilyen kérdések kapcsán állandóan a válaszadással, mert itt föltűnt a torrent, meg a letöltő szerver, meg az egyéb ilyen dolgok, és én annyira gyűlölöm egyébként ezt az állandó ilyen könnyed, illegális, nem is tudom, az illegális történetekhez való ilyen szintű könnyed, beleszarós hozzáállást, és, így is, úgy is tök mindegy, mit mond az ember, akkor is mindenki torrentezni fog és letöltögetni. Erre külön szervert akar valaki éppen például Dávid üzemeltetni. Egyszerűen el vagyok képedve, mindegy. biztos, hogy jó hozzá, ha miért ne lenne jó? Lassúnak lassú lesz, hát most mit vársz egy Raspberry pi <laughs> Tehát, hogy egyáltalán van például USB 3-as port rajta, mert USB 2 van rajta, akkor például kapásban nem lesz valami gyors, bármilyen vinyót ráduksz. A hűteni biztos, hogy kell, ha folyamatosan használva van, mert ugye nem erre van a seki kitalálva, hogy ez fullon legyen futtatva, már pedig fullon lesz futtatva, hogy állandóan ugye letöltés van rajta, hipernagy sebességekkel, mert most már minden gigabit van, ha akarod, se lehet kevesebb, legalábbis nálam például már egyszerűen a szolgáltató csak ezt adja, kész. Én mondtam, hogy nekem elég kevesebb, nem, csak ez van, kész. jó, hát akkor ez van, úgyse fogom kihasználni, tehát lényegtelen a router, meg a portok, meg mit én ezt bevallom őszintén, ezt meg nem tudom, most így elkezdhetnék belemenni, meg a Google-n után olvasni, de olvasni szerintem te is tudsz, te akarsz ilyet csinálni, járj utána. Schluss, passz! Kész. Megyünk tovább. Dániel, ha nincs hozzászólás, mutat be, mutasd be, hogy mihogy működik nálatok, és már el is ütöd az időt. Én ide úgy az időt. Hazamegyek és alszom, azzal ütöm a legjobban az időt. Azt, hogy mi hogy működik nálunk, azt meg már annyiszor bemutattam, és semmi se változott azóta, tehát keresd vissza szépen, azt nézd meg. Jó? Majd bunkó vagyok, bocs, de tényleg. Tehát, hogy most mit mutassak meg még egyszer, vagy 66-szor? Hat, tehát, hogy értem, hogy ez érdekes, de ide annyira nem egyébként. Tehát, hogy már ha működne legalább minden, mert a mi hogy működik, mi hogy nem működik inkább, na azt mutatom meg inkább. Például az, hogy miért nincs Facebook soha, vagy időnként. Miért életlen a kamera? Ezeket olyan szívesen megmutatom majd legközelebb. Jó? Attila írja nekünk, azt mondja, szia Vendi, az lenne a kérdésem, hogy egy külső vinyót szeretnék összerakni az alábbi megoldással. Leírod a típusát is, hát egy teres, uh, sata hármas, feles 5 ,5 HDD, és ehhez egy külső ház, azt is itt leírod. A kettő együtt működne? Az nem gond, hogy a vinyó sata hármas, a ház pedig sima sata, a sebességre gondolok itt. Köszönöm a segítséget, jó a műsor, de baj. Sajnos baj. Tehát, hogy. Vagyis, hát az baj, ha nem ugyanolyan, de hát mivel USB 3-asról van itt szó, szerintem ott a SATA port is SATA 3-as valószínűleg, vagy minimum SATA 2-es, de inkább SATA 3-as. Most az hogy csak azt hívják, hogy SATA, meg igazából egy márkát se írtál meg semmit, tehát azt, hogy most lehet, hogy egy webshopban ilyen hülyeségek vannak írva, meg kell nézni mondjuk a gyártó oldalán az adott terméket, ha meg annyira noném, akkor kapásból nem érdemes abban gondolkodni. Ha noném, bár mondjuk itt annyira nem lehet lyukra futni, de, de azért vigyázni kell az ilyen külső házakkal is, mert nekem már szállt el úgy vinyom, hogy ilyen külső házba volt. Aztán igaz, hogy ott a táp, tápa, volt gond, de hát valószínűleg azért volt az is, mert egy gagyi minőségű noném külső házat vettem. Úgyhogy persze működni fog, mert igazából ha az ilyen külső merevlemezek, vagy külső mobilrekek teljesen mm, márkafüggetlenek. függetlenek. Tehát azt, hogy te milyen vinyót teszel bele, milyen márkájút, nincs igazából különbség, arra érdemes figyelni. Hogy hogy mondjuk igen, tehát hogyha mondjuk a külső mobilrek csak USB 2-es, és mondjuk a sata szabványból is csak a gyengébbet támogatja, akkor ha rádux egy vinyót, akkor lassabb lesz. Mondjuk egy sata 3-as vinyót, akkor az lassabb lesz. Ugyanez fordítva is igaz. Tehát hiába dux bele egy sata. 3 USB 3-as, kombójú, nem tudom, külső mobilregbe egy régebbi SATA 2 meghajtót, az nem lesz olyan gyors, mert a SATA 2 lesz a, 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 ugye a szűk keresztmetszet. De szerintem itt ebben az esetben, bár nem írtad a márkát, mond, írtad volna sem, tudnék rá mit mondani, de az USB 3-ból következtetek arra, hogy itt valószínűleg azért a, a, a SATA vezérlő is SATA 3-as. Az, hogy... Hogy, hogy miért nem írják oda, az meg szerintem dokumentációs hiba. Meg úgy egyébként is. Egyébként sem szokták, mert a szabványattól még sata. A hármas, az csak egy ilyen jelző mellé, hogy mindenki tudja, hogy milyen sebességű, mert ettől még maga a, a, a szabvány az a sata. Jó? Úgyhogy szerintem jó lesz. És a végén Mári Szomszéd. Szia vendég Egy kérdésem volna. Adott egy Optiplex... 755-ös gép, Core 2 Quad, 6600-as Radeon R7-es 250-es VGA, 8 giga DDR2-es RAM és egy 250 gigás SSD. A gép megfelele még a mai kornak, már mind internetezés és egyéb, köszi. Hát, duzzogva megfelel, igen. Tehát, hogy azért nem egy életbiztosítás. Az SSD az ugye sokat dob rajta valószínűleg maga a gép, az pedig ugye, hát egy kor 2 quad, azok annyira nem rosszak, vagy nem voltak rosszak a maguk nemében, és ebből kifejezőleg még most sem annyira rosszak ugye a négy magnak köszönhetően. Webezésre tök jó. Meg 8 giga RAM, DDR2, de hát mondjuk, ha ez a szabvány volt akkor ennél a, a, a az architektúránál, még akkor más tudsz tudsz beletenni. Szóval szerintem ugye elnetezgetsz vele, persze. Tehát végül is a memória fontos, a processzor az önmagában ö, egész gyors volt a maga nemében, tehát most is úgy elfog fog azért ketyegni rajta mondjuk egy Windows 10, és van rá 8 giga ram ez tök jó. Úgyhogy ö, szerintem bőven elnetezgetsz vele. Köszönöm szépen már a figyelmet, holnap extrázunk, úgyhogy összefoglaljuk a hét legfontosabb eseményeit, ha túléljük ezt a mai napot. Jók legyetek, szevasztok!